A Természet Operaháza Tisza-tavi Fesztivál minden év nyarán kínál felejthetetlen és exkluzív kikapcsolódást a komoly zene, a természet és az aktív pihenés szerelmeseinek. Rekord érdeklődés volt idén is a fesztiválra. A Természet Operaháza Tisza-tavi Fesztivál évről évre növekvő népszerűségű találkahelye a minőségi kultúrát kedvelőknek, a természet szerelmeseinek és a sportos életmód híveinek. Komoly zene és aktív pihenés a szabadban. A mai rohanó, zajos világban szükség van a harmóniára, hangsúlyozta megnyitójában dr. Latorcai Csaba, közigazgatási államtitkár. A zene az embert nem csak pillanatnyi hangulatában, hanem egészében alakítja, serkenti a kozmikus rendbe való beilleszkedését, mondta. A kormányzat az előadó művészet többlet támogatása révén a fesztiválokat 2020-ban mintegy 1 milliárd forinttal, ebben az évben pedig eddig 700 millió forinttal támogatta, emelte ki az államtitkár. Ebben az évben már Magyar Tavak Fesztiválja néven zajlik a programsorozat. Az eredeti kezdeményezéshez ugyanis csatlakozott a Velencei tó, jövőre pedig már a Balatonon is megrendezik a fesztivált. A fesztiválon részt vett a New York City Operaház igazgatója, Michael Capasso is, aki beszédében méltatta a fesztivált, ugyanakkor biztosította a szervezőket arról, hogy nem ül kerékpárra, az árnyékban tokait kortyolgatva élvezi a zenét és a természetet. A nyitógála egyben Miklósa Erika 30. jubileumi koncertje is volt, mely a meghívott vendégművészekkel különleges csemegét jelentett a közönség számára. Ugyanakkor a művészek számára is felemelő élményt nyújtott, hiszen a pandémia alatti korlátozások után felértékelődött a kultúra, mondta Miklósa Erika. Az opera mellett fúvórzene, pánsíp, Bársony Bálint magyar rapszódia projektje és jazz is kísérte a kajak, csónak és kerékpár túrákat a Tisza-tó körül. A tegnapi nap az valami fantasztikus pénteki koncert volt, és olyan energiák szabadultak föl, amit nem is tudom, hogy így a 8 év alatt megéltünk-e. Nagyon izgultunk a ma reggeli kezdésnél. Ugye az első állomáson egy kis eső elkapott minket, de a művészek is és a vendégeink is egészen jól viselték ezt a kis könnyed indulást. És most csodálatos időnk van, itt vagyunk a Bátszalókon, 100 tagú cigányzenekarral, fantasztikusan felújított strandnak a területén. Nagyon nagy szeretettel fogadtak minket, megkóstolhattuk a helyi görögdinnyét, megkóstolhattuk a fantasztikus töltött káposztájukat, és nagy szívvel vártak minket. Pont ez a kihívás, ami én azt gondolom, hogy meg tudjuk mutatni ugye itt a helyi csodás Tiszatónak a partját, és ezt a sporttal, zenével összekombinált olyan élményt, amit Európában sem tapasztalhatnak meg a vendégek. A közönség visszajelzése alapján páratlan ez a fesztivál. Szívből jön, szívvel készítjük, szívből készülünk rá, és nagyon bízunk benne, hogy lesz létjogosultsága hosszú távon, úgyhogy nagyon örülünk, ha meglátogatnak minket a vendégek a jövőben is. A második napon kerékpárra pattantak a mozgás és a természet szerelmesei. Csaknem 70 kilométert kerekeztek a tó körül, Tiszafürettől Dinnyi és Hátig. Minden megállónál egy hazai vagy nemzetközi hírű fellépő és vendégfogadás várta őket. Nagyon jó is lenni, a dinnye nagyon finom, és így jó a szabad belenni és kimozdulni a hétköznapokból. A kerékpár túra mellett immár harmadik alkalommal futóversenyt is rendeztek, Operán néven. A lelkes csapatot Miklósa Erika vezette. A gyerekek egy, a felnőttek pedig 10 kilométert futottak a kánikulában, ami embert próbáló teljesítményt kívánt a résztvevőktől. Vasárnap a Bátszalókról több százan indultak hajókkal, hogy megnézzék a tó élővilágát. A megállókban szintén muzsika várta a résztvevőket. A
A kiskörei új kilátó is sokakat vonzott, természetesen itt is muzsika szólt. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. A csónaktúrák is különleges kikapcsolódást és élményt jelentettek az érdeklődők számára. A tó 9 települését érintő túrák során a zenei stílusok világában is kirándulhattak a résztvevők. Bambolia, bambolia. Bár a csónakban nem lehetett táncra perdülni, akadt, aki felállva integetett a zenekarnak, a bátrabbak pedig ülve táncoltak. A hallépcsőnél pedig igazi kuriózumot is láthattak. A magyar rafting válogatott tartott bemutatót.